900 dal, 37 lemez, 1989 óta plusz két generális volt még. Ebből elképesztően nehéz választani egy műsornyi repertoárt, vagyis 22 dalt. A pécsi életmű koncert előtt az idén 77 éves Charlie-val beszélgettünk. Drág barátok, nagyon sok mindenkinek csináltam duetteket, amit lehet hallani, vagy nem. Hát nagyon-nagyon nehéz. 22 számot raktam össze, raktunk össze zenekarral. Ez tulajdonképpen a nyári műsor, ami fűszerezve van négy új dallal, az utolsó nagy lemezemről, a Mindenen túl lemezről, úgyhogy ez egy 22 dal, egy jó bő két óra, és hát visszanéztem még, mint 10-20 évvel ezelőtt, 30 dal szoktuk elénekelni a koncerteken. Hát Isten megsegített, hogy tudok énekelni, hogy egészséges vagyok, és ezt kívánom mindenkinek. Különleges hangja mindig olyan, amilyet a műfaj megkíván. Ha kell, egészen magas hangon énekel, de a jellegzetes Charlie-s hang mindig ott van. Az Isten áldása, hogy így vagyok, és nagyon sok kollégámnak is azt kívánnám, hogy hát szóval, hogy mondjam, el szoktam rajta gondolkodni, mert semmiféle karbantartás nincs, tehát én nem trillázok a buli előtt, tehát semmi nem történik, nem énekelek be, csak úgy jön minden, Isten áldása. Isten áldása. Néhány gondolatot a legkezdőbb korszakából is megosztott velünk a zenész. Nem foglalkozik azzal, mekkora, milyen közönség réteget érint meg dalaival. Neki mindig nagy volt a rajongó tábora. Bár Charlie-nak minden dala olyan, mintha saját gyermeke lenne, azért mégis kihagyhatatlan a kérdés, miszerint van-e kedvenc száma?
A zenész a Charlie 77 Arena koncertre készül, mely október 26-án lesz Budapesten. Már minden jegy elkelt, akkor az érdeklődés. Ez a félszázadi koncertje ezen a helyszínen. A Charlie 77 életmű koncerttel fergeteges sikert aratott a zenész és csapata a Kodály Központban Pécsen.